A műsorunk főpartnere a ViaSale Travel, a Kanári-szigetek specialistája. A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az AHID ZRT. Sziasztok, én Tamás Anita vagyok. Aki az előző részben velem tartott, az talán emlékszik arra, hogy arra a megállapításra jutottam, hogy a mediterrán építészettel kapcsolatos nyomozásomat talán nem Magyarországon kellene tovább folytatnom, hanem el kellene utaznom egy egészen távoli helyre, a választásom pedig a Kanári-szigetekre esett. Kerestem egy utazásszervező irodát, ahol remélhetőleg majd sok tanáccsal ellátnak. Elvileg már Marcsi vár engem az irodában. Sziasztok! Én Marcsihoz jöttem. Itt vagyok. Szia! Szia! Anita! Marcsi, szia! Hát köszönöm szépen először is, hogy segítesz. Ugye én a mediterrán építészetet kutatom, ennek szeretnék így a nyomába járni, és én így Európa legdélebbi részét satszolom, hogy talán jó lenne helyszínnek, az pedig a Kanári-szigetek. Igen, nagyszerű az ötlet. Tenerife és Fuerteventura az a két sziget, ahol a legtöbb építészeti remek mű található. Betancúria a volt főváros igazából, itt találhatsz gyönyörű tereket, templomot, az ezredesek háza például, ami egy nagyon tipikus... Ezredesek háza. Igen, ez egy nagyon tipikus kanári stílusban épült ház tulajdonképpen. Ha átmész Tenerifére, ugye hát azért itt van egy ilyen körülbelül egy órás repülőút, ott nem csak a főváros az, ahol nagyon szép épületek vannak, hanem hogyha egy picit barangolsz a szigeten, akkor akár Orotava városa, Maszka, ezek mind-mind olyan helyek, ahol nagyon sok szép dolgot láthatsz. Fuerteventurán sajtokat kell megkóstolni. Sajt? Azt mindenféleképpen. Hát valamint ugye a Kanári-szigetek specialitása, a Kanári Krópli. Kanári Krópli. Nagyon szépen köszönöm neked az információkat. Nagyon szívesen. Úgyhogy én most megyek, és azt hiszem, hogy be kell szerezzek egy nagy bőröndöt. Nézzük tehát, mit érdemes tudni a Kanári-szigetekről. Nyugat-Afrika partjaitól mindössze 150-300 kilométerre fekszik, de mégis Spanyolországhoz tartozik. Ez a legdélebbi európai hely. A szigetek vulkanikusak, így sok helyen a fekete homok teszi még különlegesebbé a tengerpartokat. Az iparban a halászat, a banántermesztés és a turizmus a legjelentősebb. Fontosabb nemzetközi ételek a paella, a papász, a barakító. Jelentsenek ezek bármit, de tudti, hogy meg fogom kóstolni, amit csak tudok. A legfontosabb szigetei Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura és Tenerife, melyek közül a két utóbbira fogok hamarosan ellátogatni. Mindegyik sziget egy kicsit más, és mindegyiknek megvan a maga specialitása. Kíváncsi leszek, hogy az én két úti célom milyen meglepetéseket tartogat majd a számomra. Szóval Marcsitól megtudtam, hogy két szigetet érdemes majd megnéznem, Fuerteventurát és Tenerifét, és kaptam tőlem egy ilyen prospektust is, és látni fogom ezt, meg ezt, meg ezt is, úgyhogy kicsit izgatott vagyok. Szóval akkor vennem kell naptejet, bőröndöt, meg még nagyon-nagyon sok mindent, úgyhogy ezeket mind be kell most szereznem, aztán végül is nem marad más hátra, mint az utazás és a repülés, de majd csak a következő részben. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az AHID ZRT. A műsorunk főpartnere a ViaSale Travel, a Kanári-szigetek specialistája.